Te vagy az Madison. Nem. Köszönöm, hogy megtartod Madisont. Madison, elkéstél, már régen tanulnunk kellene. Indulj is a könyveidért, és már is kezdhetjük. Madison, miért nem indulsz? Na jó, van, magyarázd meg neki, aztán hát húzzak a vérbe. Nagyi, várj! Először beszélnünk kell veled valamiről, ami nagyon-nagyon fontos. Mi? Leesett a patka a lábadról? Köszönöm, hogy megtaláltad és hozzáhoztad Madisont, Quinn, de most már neki kell állnunk a tanulásnak. Nem sokára dolgozatot ír, amire még fel kell készülnünk. Nem arról van szó, hogy nem hiszek nektek, csak nagyon nehéz elképzelni egy halót azon a strandon. Talán a nagy ködben tévedhetett el. Persze hallottam mendemondákat, vízi szörnyről meg ilyesmikről. Most menj és hozd a könyveidet, hogy elkezdhessük a tanulást. Rendben, idehozom a könyveimet, találkozunk az udvaron. Király. Hova kell menni? Oda-vissza? Király! Remek, most muszáj tanulnom a nagyival, de ígérem, hogy mi ketten a végére járunk majd ennek a komp ügyletnek. Most rohanok, már így is késésbe vagyok. Ja tényleg, apa megkérte, hogy ezt adjam át neked köszönetkép. Viszlát! Adios, amigo. Na, milyen fölsőt kaptam? Ez mi? Ó, de jó, még egyet több cucc, amit eladhatok. Király! Na most akkor az lesz, hogy elmegyünk a plázába. Komolyan, mert ezt a rohadt üveget rugdosom. Na, szóval. Elmegyünk a plázába. És akkor körülnézünk, hogy ott milyen feladatok vannak, és akkor eladok néhány cuccot, aztán veszünk valami értelmes szettet a lóra is, meg az emberre is, ami remélhetőleg hamar meg lesz, mert nem akarom a fél életemet a plázában tölteni, de hogy azért mégis azért jó pontosak legyenek, meg stb. Azért meg lesz az, gyerekek. Most nem tudom pontosan, hogy hányas szinten kell lennem. Hogyha meg tudom nyitni a többi részét is Jorvik City-nek, akkor valószínűleg meg lesz a tízes. Ó, szóval észrevetted a virágot? Tulajdonképpen jutalmul kaptam a kemény munkáért, amit itt a bevásárlóközpontban végzek. Különben hogyan lenne szerinted ennyire fényes a padló? Nem tudom. Aha. Beszélj Clementine a bevásárlóközpont kávézójába. 5 szerencsétlen XP-ér. Ez nagyon jó. Biztató. Üdv, mit szólnál egy üveg jorkólához és egy zsemléhez? Persze zsemle üresen mi. Elnézést, mit is mondtál? Értem, a gondnok küldött. A legfinomabb termékünket? Ez kinek mondta? Ó, a gondnok szerelmes lett? Akkor már meg is van a tökéletes finomság. Szívecske muffin, szedjem ki a izébú. Így, né. És azt nem tudom, ezt a gondoknak kell odaadnom. Aha. Király. Energiaital már itt is, ne már. Nem sietted el. Szép munka, azt hiszem. Ha, szív alakúak? Ha, nem adhatok neki szívet, azt fogja hinni, hogy beleszerettem. Nos, nincs más megoldás, bla 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 bla. Add a csokoládé szíveket, Iris. Jó. Igen, gyerünk. Hello, hello. Mit tehetek érted, hogy szebb legyen a napod? Adjál XP-t. Na hát, ezzel igazán megleptél. Milyen édes tőle. Gondolod, hogy tetszem neki? Nos, ő igazán ügyeskező, és... Várj csak, mit beszélsz? Menjek randevúra a gondnokkal. Túlságosan félénk vagyok. Talán, ha elvinne Leonardo fagylaltozójába. Az annyira meghitt. Leonardo fagylaltozója. Jó van, oké, és nem hallgatjuk végig megint. Akkor most... Na jó, lecsutakoljuk a graffitiket. Te voltál, jó tudom, itt most megvádolnak minket. Itt most megvádolnak minket azzal, hogy mi csesztük össze a falat. Közben pedig nem. De miután ezt nem akarom még egyszer lezongorázni veletek, ezért ezt egy picit fölgyorsítom. Mert ezeket már megcsináltuk.
Már majdnem elhiszem, hogy ártatlan vagy, hát beszarok neki. Jó, fest át a graffitit a kávézóban, ahogy rohadjál meg. Na. Igen, ezt el is intéztük. Jön a következő. Ezek valamit balhéznak, de ezt most én nem fogom még egyszer végigolvasni. Az a lényeg, hogy ezt a rohadt kanapét kell föl telepíteni valahogy oda. Keresd meg a kötelet a kukák között. Én megkeresem. Nem is tudom már melyik volt az. Üdesen kiderül. Igen, ezt még mindig nem sikerült kijavítani, úgy tűnik. Tehát ugye ezen ne akadjunk fönn természetesen. Lehet el egy kötelet, amivel felakaszthatom magam. Igen. Nem fog ráborulni a kanapéra, arra ma nem emlékszem. Na. Gyerünk! Rakjuk föl ezt a valamit. Dobjuk be magunkat. Milyen prímák vagyunk, nem? Addig várom, igen, a jutalmad. Köszi, egy kanapé, amivel ugyanúgy nem tudok mit kezdeni, de se baj. Szarni rá. Aj, az öreg ember mélyen a gondolataiban van merülve. Próbáld meg újra óvatosan üdvözölni. Megyünk madár szart lapátolni, mit szóltok? Szórjál madár eleséget az édentér 5 pont. No. Juhú, hamarosan száncsapkodás és galambok lesznek a téren. Aha. Igen. És telekuláznak mindent, fogadjunk. Igen, az feltétlen szükséges, hogy tele legyen a cukrászda izéval. És hát a kávézó tele legyen madarakkal. Meg is bolondulnék, azt hiszem valamelyik belerepülne a kajámba. Na. Hol van a... Mi van? Most én vagyok a... Hülye vagy. Szerez takarító felszerelést és takaríts fel a galambok után. Akkor ott van-e? Na. Tisztító eszközöket. Ez mi? És az... Mi van? Már emlékszem, bla 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 bla. Fuss a galambok egy csoportja felé, hogy elijeszd őket. A galambok egy perc múlva visszatérnek, ha nem ijeszted el mindent, úgyhogy cselekedj gyorsan. Jó. És most mit csináljak? Galambok elrepülnek. Ez... Király, hogy elrepülnek, de hova ember, hova repülnek? Kenyába? Vagy izé? Bivajba a szádra? Igen, és még? Ottan van-e a következő? Nem ír ki számot? Nem hát. Most már semmi ok a panaszra, és a galambok is biztonságban elrepültek. Bla bla bla. Kész vagyunk. És kaptam kaját. Na, hol van még feladat? Még kéne? Ó, 104 XP, ha az itt már nem lesz meg.
Elég valószínűtlennek tartanám. Van most valamilyen feladatom? Még nincs mi. Új téli sapkák, kém történet. Hát akkor még talán meg lehet. Ahó, mi a neved? Megkérdezhetem? Nem. Hozd el a három doboznyi téli sapkát a megállóból. Itt nincsen feladat? Nincsen. Jó. Remek, elhozod az összeset, helyezd a dobozokat a pult mellé. Az a pult... Ja, hogy itt egymásra kell. Na. Ügyesek, okosak leszünk, gyorsan megoldjuk. Tűzkiszóró lapokat. Oké. Megoldjuk, öcsém, bízd ide. Az igen! Ott a csillag-e! Ezt még nem is láttam. Még kiveszi a róka? Na persze, majd fogok én itt neked hajkurászni csillagokat. Na ne szórakozzunk már. Ez de kemény. Ez tiszta jó. Na jó, van mindegy, hát hogyha elkapom, elkapom, ha nem, nem, én nem fogok rohangálni most utána. Én ide vásárolni jöttem, legalábbis azért szerettem volna ide jönni. Na, jó van, akkor így járta. Na. Jó van, akkor nem kapom, mert nem szórakozunk ilyenekkel. Rakd már ki azt a szerencsétlen lapot! Lila, piros meg a sárga ötvözés, ez zseniális ebben a játékban, úgy tűnik. Ma megint ilyen kritizálós napot tartok, úgy tűnik, most beszólok mindenre. Nem baj, ilyet is kell tartani. Ha nélkül nem élet az élet. Na. Remek, most már az emberek biztosan tudni fogják, hogy is vegyenek téli sapkát. Azzal nem gond, hogy nem volt ráírva egyikre se, de mindegy. Most már csak egy dolgot kell elvégeznünk, hogy úgy elkezdjék vinni a téli sapkákat, mint a cukrot. Bla 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 bla. Mutasd meg a mintadarabokat a városban az embereknek. Na. Neki nem lehet? Na. Igen, köszönöm, azt hiszem ezek a legjobb téli sapkák. Hát egyértelműen. Szeretnék én is ilyet. Hát odáig el nem megyek, nem hűltem meg. Lusta ember révén. Ez mi? Ja? Dik? Kiégek. Hát ez nagyon kemény. Jó van, hát hülyén már nem halok meg. Most már rájöttem, hogy ezt is így kell csinálni. Na, egy a fene fölvesztük, szerintem ez az egyetlen csillag, amit most itt megtaláltam. Találtál egy csillagot. Hát akkor nem, akkor már volt csillagom. Nem is néztem, mennyi csillagom van. Ezt itt nem is látom, mi? Na jó, van, most ezt nem állok neki keresgetni, nem ültem meg. Na. Na, gyerünk! Ez az, megnyílt a bolt. És kaptunk ajándékba egy sapit. Na. És már nem kell sok. Mondjuk ezt már megadhatták volna, mennyi kell. Ja nem, akkor nem szóltam. Na jó van, gyerekek, akkor még átmegyünk a kormányzó vízeséséhez, mert azért jó lenne a 10-es szintet már megütni. Nem KO-ra, csak egy kicsit meglegyinteni.
Ilyen nézést, nem láttál két lányt erre felé sétálni, akik is elveszettnek tűntek ide jövet? Ó, meg kell keresni őket. Keresd meg valahol a kormányzó vízesések környéken a csajokat. Hát jó van. Már nem emlékszem pontosan, hogy hol lesz, hogy hol voltak, úgyhogy ez most egy hosszas kör lesz, de megoldom. Ha hol látott valahol itt egy fagylaltozót? Á, ó, Sziára küldött, hogy megkeress engem. Ha persze. Na, de hol van az a másik birka? Ne szaladj ennyire előre. Jó, ez nem jött be, nem tudom hol. Nem tudom, ma már erre van a másik. De benézek ide is, hát ha valahova erre mászott be. Jó, ez megint nem jött be. Akkor a másikat azt még keresgélni fogom egy darabig, úgy érzem. Na, felszedjük ezt is. Gyere. Gyere ide. Vagy. Tuhu. Ezt elcsesztem. Na, hol van az a másik szerencsétlen? Rejti. No. Jessica, hát megtaláltad. Másik barátunk, Abigail, még nem érkezett meg. Ő egy kicsit félénk, és nem merne útbaigazítást kérni. Szóval, ha jól sejtem, valahol itt kószál. De ha felkutattad az egész környéket Jessica után, és mégsem találtad meg Abigail-t, akkor lehetséges, hogy rossz megállónál szállt le? Van néhány kávézó az Éden téren. Ó, hogy oda is át kell mennem. Jó van. Itten van-e? Balra, aztán megint balra. Vagy jobbra kell menni? Ó, már elmentem volna a kávézó mellett. Vissza kell mennem újra? Persze. És ezúttal visszamegyek, hogy véletlenül se legyél olyan birka, hogy eltévedsz. Na. Abigail, hát itt vagy, sajnálom, hogy ennyi időt. Ez az, level up-oltam, gyerekek, akkor most mehetünk shopizni. Első lendülettel szerintem ma be is megyek ide Jollisterbe. Kíváncsi vagyok, hogy ide raktak ebbe új cuccokat, bár nem hiszem, mert ezeket annyira nem szokták frissíteni. De azért megkukkolom. Mert miért ne? Ezek legalább szintben is. Azért valamilyen szinten egyeznek. Ez mi ez? Ja, hát igen. Ez már nem egyezik. Nem baj. Na. Kezdésnek nem is rossz. Bár, miután piros a szemem, valószínűleg erre fogok szavazni. Egyébként. Aztán, és hát ha felsőről van szó, akkor erre inkább. De viszont ezeket eladogatom, hogy legyen helyem is, meg manim is. És akkor legalább nyugiba be tudok vásárolni. És lehet, hogy szoknyát fogok rátenni. Legalábbis szerintem. Ez meg nem kell eljött, majd veszek egy másikat. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah.
Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Na, így most már talán nem úgy nézek ki, mint egy csöves, pláne, hogyha még meg is találnám a... Hova lett a sapka? Itt van-e? Na most legalább nem úgy nézek ki, mint egy csöves, csak egy kicsit. Hát úgy nem értem ezt, hogy attól, mert valaki kis szintű, miért nem lehet olyan cuccokat vásárolni rá, ami tényleg jó pontot ad. Mindegy, erre nem tudtam rájönni, de most inkább nem megyek ki. Na, ezt a részt vásárlással terveztem befejezni. Úgyhogy szerintem én most el is köszönök tőletek. És legközelebb akkor folytatjuk. Még nem tudom, hogy melyik feladattal egyelőre. Még csak nézem, hogy mik vannak, mert azért van pár verseny. A póni versenyt azt megtartom, mert hogyha behozzák majd az új pónikat, akkor valószínűleg erre a karakterre fogok majd pónit venni. És akkor megcsinálom már egyúttal a versenyt is. Úgyhogy az még várat magára egy kicsit, a többit meg majd eldöntöm, hogy melyikkel fogom folytatni. Úgyhogy köszönöm szépen a megtekintést, remélem, hogy élveztétek, én jól szórakoztam, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!